300 millió lejt utalt ki a kormány a megyei önkormányzatoknak útjavításukra. Az összegnek egyharmada az erdélyi megyékhez került. Hargita megyében már zajlanak az útjavítások a Csiki térségben. A munkálatokat Lázárfalván kezdték el, a megyei önkormányzat több kilométer útszakasz korszerűsítését tűzte ki célul. Megyünk tovább Bánkfalvára, kihagyott részre, Csíkszentmártonban is, Úzvölgye felé, a falun belül már károsult az aszfalt, de ugyanúgy Simon és Szentmárton között a postaúton is kell dolgoznunk, és hát Felcsíkon is fogunk aszfaltozni, hisz ott is különböző csatornázási munkálatok károsulást okoztak az aszfaltszőnyegben. A kormány 7,3 millió lejt utalt ki a Hargita megyei utak javítására. Hasonló összeget, azaz 7 millió lejt kapott Maros megye is. Szabó Árpád, a megyei önkormányzat alelnöke híradónknak azt nyilatkozta, elsősorban a megye határok útszakaszaira összpontosítanak, bár a pénz korán sem elegendő a több mint 22 km földút korszerűsítésére. Főleg a megye határoknál, ugye egy ilyen Vécke, Zsákod és Hargita megye, vagy pedig Mohassuk, Hodos Jobbágytelke vége, vagy Kozma, vagy Árkos Hargita megye, vagy itt Ádámoson a megyei útnak a vége egészen a Fejér megyei határig. Tehát nagyon sok ilyen útunk van, össze-vissza 22,6 km útunk van, amire csak, ha nem is aszfaltot, de legalább kövezést kellene tenni. Kovászna megyének 6,5 millió, Kolozs megyének pedig 7,1 millió lejt jutott a kormánypénzből. A pénzek leosztásánál két szempontot vettek figyelembe, az úthálózat hosszát, valamint a megyék pénzügyi helyzetét. A gyengébb anyagi helyzetben levő megyék így több pénzt kaptak.